Naponta átlagosan 500 határsértőt fognak el, de időnként még ennél is többen próbálkoznak átjutni a határon. Erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, hosszú távú és stabil megoldást kell találni a déli határra nehezedő nyomásra, ezért várják a határvadászok jelentkezését. Úgy fogalmazott, súlyos a helyzet, Brüsszelben ugyanis még mindig vannak olyan hangok, amelyek szerint a migráció jó, és azt támogatni kell. A tapasztalatok viszont mást mutatnak. Tömegével állnak a taxik minden nap a zombori befogadó központ előtt. A sofőrök migránsokkal alkudoznak a fuvardíjról. Az üzletet hamar megkötik, és már indulnak is a magyar határhoz. A migránsokat egészen az erdős területig szállítják. A sofőrök elveszik a pénzt, és már indulnak is a következő csoportért. A migránsok pedig beveszik magukat a fák közé, ahol a sötétedésre várnak, hogy elindulhassanak a magyar határzárhoz. Innen indul ki az egész útvonaljuk, ideig jönnek taxival, innen meg mennek a zöld határ közelébe. A szerb rendőrség hiába szervez razziákat, gyakoriak az összecsapások a különböző nemzetiségű bevándorlók között. Everywhere. Mindenhol csak a probléma van, vannak itt olyan emberek, akik veszekedéseket és verekedéseket gerjesztenek. Különböző országokból érkeztünk, és mindenki szeretne minél gyorsabban tovább jutni Szerbiából. Én Magyarországra megyek, onnan pedig Németországba, mondta egy migráns. Az érkezők között folyamatosak a nemzetiségi alapú súrlódások is. Az M1 stábjának egy iraki bevándorló az afgánokra panaszkodott. Már embert is öltek, és nagyon agresszívek, gyakran gerjesztenek harcokat közöttünk. Sokuknak fegyvere is van, én magam láttam, hogy fegyvert hordanak, mesélte egy iraki migráns. Közben a vajdaságban élők szerint lassan elviselhetetlen a félelem, amit a migránsok miatt éreznek. Szabadka környékén néhány hete halálos áldozatot is követelő fegyveres leszámolás történt két migráns banda között. A helyiek kétszer is tüntetésen követelték, hogy a hatóságok korlátozzák a migránsok mozgását. Itt már nem lehet élni tőlük. A migránsok és az őket szállító taxisok is sok gondot okoznak. A befogadó központ közelében van a házam, állandóan nagy a forgalom. Sokunk udvarába is bementek már, nálam is jártak. Folyamatosan zárva tartjuk a kapukat és az ajtókat, mert félünk, panaszolta egy zombori férfi. Ostrom alatt áll a magyar határ, kedden több mint 900 migránssal és 5 embercsempésszel szemben intézkedtek a hatóságok. Jellemző, hogy amíg egy-két éve a többségében közel-keleti fiatal férfiak egyedül vagy 4-5 társukkal próbáltak Magyarországra jutni, addig idén már nem ritka, hogy 40-50 fős migráns csapatokkal kerülnek szembe a rendőrök. A helyzetet súlyosbítja, hogy a migránsok és az embercsempészek egyre elszántabbak és agresszívebbek, sokuknál lőfegyverek is vannak. Rendszeresek a támadások, és nem csak a határzár ellen, ugyanis a migránsok többször rálőttek a rendőrökre és a katonákra amellett, hogy létrákkal, kövekkel és hússángokkal is támadnak. Egy tartós megoldást kell alkalmazzon a határon. Hosszú távú, stabil megoldást kell találni a déli határzár védelmére, ezért a napokban elkezdődött a határvadászok toborzása. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György elmondta, a határvadászoknak a rendőrökéhez hasonló jogosultságai lesznek, illetve arra is felkészítik őket, hogy a fegyveres támadókkal szemben hatékonyan lépjenek fel. Mindaz a rendőri jogosítványt, amelyik a megállítás, a feltartóztatás, az előállítás, a testi kényszer, vagy éppen bilincshasználat, vagy fegyverhasználat szabályai, azok mind érvényesek, amelyek a rendőrség tevékenységét is jellemzik. És ugye itt az is fontos, hogy itt határvadász alegységek, tehát határvadász századok jönnek létre, amelyet egy a rendőr ezred, készenléti rendőrség alárendeltségébe tartozó határvadász ezred parancsnok irányít. A szeptemberben szolgálatba álló határvadászok fizetése pótlékokkal együtt eléri majd a 400 000 forintot. Az egyre súlyosabb migrációs helyzet miatt a kormány arról is döntött, hogy tovább emeli a katonák és rendőrök bérét, két év alatt átlagosan 30%-kal nő majd a fizetésük. We'll be right back.